Jó estét kívánok, Földi Kovács Andrea vagyok, ez pedig a napi aktuális. Az Európai Bíróság döntése után sem változtat álláspontján a kormány. Továbbra is csak azok érkezhetnek Magyarországra, akiket a hatóságok döntése alapján beengednek. Vendégünk Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. És újra hagyóper. Megkezdődött a másodfokú tárgyalás. Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője fejti ki véleményét a szocialista korrupciós gépezetről. Az állami vezetők bérplafonja után a korrupciós bűncselekmények elévüléséről szóló népszavazási kezdeményezést is átment a kúrián. Vágó Gábor, a Korrupció ellenes szövetség elnöke lesz majd a következő vendégem. Arról kérdezem, hogy hogy áll az aláírásgyűjtés. És egy magyar egyetemista, Jeremy Corbyn ellen. Horváth Gergely, a brit konzervatív párt Activate mozgalmának kelet-angliai vezetője is itt lesz a stúdióban. Most pedig kezdünk. Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét! Kezdjük akkor az Európai Bíróság tegnapi döntésével, ugye elutasították a magyar és a szlovák keresetet. Az áll a bírói nagytanács ítéletében, hogy a kvóták hatékonyan és arányosan hozzájárulnak Olaszország és Görögország terheinek csökkentéséhez, ezért alkalmasak a kitűzött célok elérésére. Valóban alkalmasak? Hát a gyakorlat nem ezt mutatja. 120 ezer és előtte 40 ezer migránsnak az áthelyezését vette tervbe ez a határozat, most nevezzük határozatnak, már csak azért, mert a bíróság határozatnak hívta, és ennek csak mintegy 25%-a került áthelyezésre, tehát a tényszerűen azt mutatja, hogy azok a várakozások, amelyekkel ezt kidolgozták, elképzelték, ezek nem valósultak meg. Vagy azért, mert nincs elég migráns, vagy azért, mert nem akarnak azokba az országokba menni, akik befogadnák őket. A helyzet ezen kívül azért úgy áll, hogy itt egy nagyon fontos különbségtételt kell hangsúlyozni. Ugye ez a bírósági döntés, ez a magyar kereset, illetve hát a szlovák kereset és a csatlakozott hozzánk Lengyelország beadványáról szól, amelyben a többek között azt kifogásoltuk, hogy a miniszterelnökök tanácsának a döntését követőleg a bizottság az unió saját eljárási szabályai megsértésével bevitte a belügyi igazságügyi tanács elé, és ott minősített többséggel elfogadtatta a tiltakozás ellenére, és ezzel a jogalkotás rendjét megsértette. Azt már lehetett látni, hogy a főtanácsnok, aki a nagy tanácsnak az előkészítő munkálatait végzi, ott ő hangsúlyozta ennek a idéglenességét és célszerűségét, amit ön is említett. Tulajdonképpen a nagy tanács egy kicsit finomított azért a jogi megközelítéseken, mert az előző, hát a főtanácsnok által szólt, sokkal több volt a politikai meggondolás és megfogalmazás, mint a tényleges jogi kérdés. És itt erről a beadványunkról döntött a bíróság. Úgy gondolta, hogy egyrészt egy idéglenes aktusról van szó, szeptember végével megszűnik a hatája, másrészt pedig a sürgősség okán, és hogy mivel nem jogalkotás volt, hanem csak határozatot hoztak, ezért indokolt volt az akkori kialakult migrációs helyzetben. Mi természetesen úgy gondoljuk, hogy ezek a megközelítések, ezek többsebből véreznek és pontatlanok. Függetlenül attól, hogy a magyar kormány ugye elvi alapon elítéli a kötelező kvóta mechanizmust és egyáltalán az illegális migránsok szétosztását Európán belül, illetve magát a migráció kezelését, hiszen megakadályozni vagy megállítani szeretné ezt a folyamatot. Lehet tudni, hogy maga ez az elosztás milyen metódus alapján történne? Tehát ugye nekünk az olaszoktól és a görögöktől kellene elvben átvennünk migránsokat, de kiket, akiket az olaszok és a görögök ide delegálnak? Ellenőrzi valaki ezeket az embereket? Ezt nem gondoljuk végig. Tehát mi ebben nem bonyolódunk. De szabályozza egyáltalán bárhogy ez a határozat? Van arra mód, hogy a befogadó ország ellenőrizze azokat, akiket be akar fogadni. A magyar kormányzati álláspont az, hogy Magyarországra semmifajta Európai Uniós döntés, a magyar emberek feje fölött hozott brüsszeli központi döntés alapján
nem lehet betelepíteni ismeretlen identitású, ismeretlen állampolgárságú és szándékú embereket. Ennek nagyon sok oka van, részben az alkotmányunkba ütközik, részben nagyon fontos belbiztonsági összefüggése van, harmadszor pedig hát a magyar lakosság túlnyomó nagy többségének az ellenkezésével is találkozik ez. Most visszakanyarodok egy picit a határozatra. Itt tehát a magyar beadványról döntött a bíróság, nincs jogi lehetőség a fellebezésre, tehát ez egy végleges döntés. Ebből azonban semmifajta kötelezettsége sem Szlovákiának, sem Magyarországnak nincs, hiszen nem arról döntött, hogy akkor kötelesek vagyunk elfogadni a kvótákat, vagy nem, hanem a mi beadványunkról döntött. Most a helyzet úgy áll, hogy most, mivel nem teljesítettük a kvóta befogadási kötelezettségünket, kötelezettségszegési eljárást indított a bizottság, és most válaszoltunk az általuk feltett kérdésekre. Kicsit furcsa, hogy nem 3 hónapos határidőt kaptunk a válaszadásra, hanem csak 1 hónapot, de mindesetre összeszedtük azokat a ténybeli és jogi érveinket, amelyek most már akkor a kvótával kapcsolatosan, és nem pedig a kvóta rendelkezés elfogadásával összefüggésbe keletkeztek. Most a bíróság, illetve most a bizottság fog majd dönteni arról, hogy elfogadja a magyar álláspontot, avagy pedig bírósághoz fordulhat, és akkor lesz egy újabb bírói eljárás, ahol most már a kvóta rendszer elfogadásának a ténykérdései és jogi kérdései lehetnek napirenden, vagyis ez a jogi küzdelem, amelyet folytattunk itt az elmúlt hónapokban, ez folytatódik, és élesedni fog az elkövetkezendőkben. Ugye a tegnapi döntés után a kormánytagok, köztük ön is több alkalommal hangsúlyozták, hogy ennek a kvóta mechanizmusnak nagyon fontos és jelentős nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai kockázatai is vannak. Különös tekintettel arra, hogy itt most ugye egy átmeneti vagy ideiglenes rendelkezésről szólt a konkrét határozat, de hogy egy állandó permanens elosztási mechanizmust készítenek elő az Európai Unióban, ugye erről Gianni Pittella, a szocialista frakció vezetője is készténként nyilatkozott. Mit jelentene ez a lépés? Tehát az állandó elosztási felső határ nélküli elosztási mechanizmus. A baloldali pártok, legyen szó itthoni, vagy ottani Európai Uniós baloldali párt családokról, egy kicsi következetlenek ebbe a kvóta dologba. Tehát van, vagy azt mondják, hogy csak az 1400 embert kellene nekünk befogadni, vagy azt mondják, ezt magyarokról, magyar baloldali politikusokról is elmondhatjuk, hogy hát tulajdonképpen nincs is ilyen, hogy kvóta rendelet. Most már ugye az a kérdés, hogy ha szeptember 27-én lejár a kvóta határozatnak a hatája, akkor utóbb ez érvényesíthető-e? A bizottság mondott ilyet, hogy akkor talán utóbb is fogják ezt érvényesíteni, avagy pedig ha nem, akkor milyen megoldást kell találni a szerintük nagyon sikeres kvóta szerinti elosztásra. Itt ez azt jelenteni, hogy felső határ nélkül az újonnan létrehozandó szervezet, ez a migráció menekültügyi hatósága az Uniónak döntene arról, hogy elért, hogy hány embert és melyik országoknak kell átvenniük, és ott milyen intézkedéseket kell tenni az életkezdésük támogatására, vagy helyben tartásukra. Ezzel a magyar kormány legmesszebben őkig nem ért egyet, ezzel a majdani még csak formálódó elképzeléssel, de hát a helyzet úgy áll, hogy van idő még azért ezzel foglalkozni, és úgy is azt is látjuk, hogy azért nem lehet azt mondani, hogy nem változott az adott részes országok politikai közhangulata, több helyen választási kampány van, és ezekben egyre érzékenyebben és egyre markánsabban látható, hogy az európai lakosság semmiképpen nem szeretné, ha tömegessé, ellenőrizetlenné válna. Az amúgy is már nagyon nehéz helyzet, akár mondjuk belbiztonsági, vagy szociális, vagy közegészségügyi, vagy munkavállalási, vagy más szempontból. Most Magyarország álláspontja határozott évek óta konzekvens, nem csak a kötelező kvótákkal kapcsolatban, magával a migrációs politikával kapcsolatban is. Magát ugye a válsághelyzetet múlt hét szerdán meghosszabbította a kormány. Egy őszi-téli időszak kezdődik. A korábbi évek tapasztalatából lehet tudni, hogy ilyenkor a tengeri útvonalakon alább hagyja az illegális migrációs nyomás, és a szárazföldi útvonalakra terelődik. Számítanak-e arra, hogy ebben az időszakban megerősödik a migrációs nyomás a déli határ felől? Tehát az időjáráson kívül, ami szintén valóban most már több éves tapasztalatunk, azért azt is figyelembe kell venni, hogy talán ilyen rossz az Európai Unió, ezen belül is Németország és Törökország kapcsolata nagyon régen nem volt, vagy talán nem is volt. Épp ezért nem tudjuk, hogy a török hatóságok az Európai Unióval kötött megállapodást meddig tartják fönt.
nyilván mi abban érdekeltek vagyunk, hogy a balkáni útvonal zárva maradjon, és szolidárisak is vagyunk mindazon országokkal, akik a balkáni útvonalon védekezésbe vesznek részt, védik az európai polgárok biztonságát, az Európai Unió területét. Rendőri erőket küldünk, szaktanácsadókat küldünk, technikai eszközöket küldünk, hát mondjuk elsősorban Macedóniába, de Szerbiába és Bulgáriába is. Abba bízunk, hogy ez a szolidaritásunk, és azok az intézkedések, amelyeket a határaink őrzésére, megerősítésére életbe léptettünk, ezek elégségesek lesznek a jelenleginél nagyobb adott esetben megjelenő migrációs hullám föltartóztatására is. Múlt héten beszéltünk arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Bizottságtól kérte, hogy a védekezési költségek felét utalják át, segítsék kézzel a magyar kormányt. Megérkezett Jean-Claude Juncker válaszlevele, pontosabban még hivatalosan nem érkezett meg, de a sajtóban már a részletek ismertek. Juncker azt mondta, hogy a magyar kormány több lehetőséget is elszalasztotta arra, hogy meglévő alapokból lehívja az ehhez szükséges forrásokat. Tételezzük fel, hogy akár hozzáfér a kormány a meglévő alapokhoz, akár az Európai Bizottság utal némi keretösszeget, mire költeni, vagy mire fordítaná azt most a kormány? De megvárjuk ezt a levelet egészen pontosan, de mi úgy gondoljuk, hogy a szolidaritás eszméje, ez az Európai Unió egyik alapelve, levezethető az alaprendelkezésekből, azonban az már viszont nem vezethető le, hogy a szolidaritás az egyenlő lenne tömegesen érkező, illegálisan határt átlépő, ismeretlen identitású személyek feltétel nélküli befogadásával, vagyis mi úgy gondoljuk, hogy a szolidaritás ez több aspektusú, és többek között a szolidaritásba az is beletartozik, hogy mi segítünk a védekezésbe máshol közreműködőknek, vagy segítünk a kiinduló országokba, hogy minél kevesebben induljanak el, és ott lehetős életfeltételeiket javítsuk. Cserébe meg úgy gondoljuk, hogy hát, hogyha Európa határait védjük itt, ez mintegy olyan 270 milliárd forintról beszélünk, akkor ebben való Európai Uniós részvétel, adott esetben anyagi támogatás, ez is része kell, hogy legyen az Európai Unió alapértékének számító szolidaritásnak. Tehát, hogyha utalna összeget a bizottság, ezt mindenféleképpen a migráció kezelésére költeni? Hát nagyon sok helye van ennek, hiszen azért ezt a 270 milliárdot, ezt azért az egyébként meglévő költségvetési támogatásokon túl kellett fordítani a határbiztonságra, az élőerő fejlesztésére, ellátására, elhelyezésére, migránsok elhelyezésére, szállítására. Ezért úgy gondoljuk, hogy az akkor, ahonnan elcsatoltuk, vagy elcsoportosítottuk ott, azért számos olyan lehetőség lenne, amelyik a magyar emberek érdekében olyan beruházásokat tennének lehetővé, amelyek tovább javítanák a gazdaságunk állapotát és az állampolgárok elégedettségét. Bakondi György, köszönöm. Én is köszönöm.